Szekszárdon születtem, és az egyetemi éveket leszámítva itt is éltem az életem. Szüleim, nagyszüleim is szekszárdiak voltak. A család mindig fontos volt számomra. Már gyermekkorom óta két pálya vonzott, a gyógyszerészi és a pedagógusi. Végül matematika, fizika, kémia szakos tanár lettem. Számomra a legfontosabb az volt, hogy a gyermekek jókedvűen jöjjenek az általam tanított órákra. Merjenek kérdezni, és ha még meg is szerették a tantárgyat, az külön sikerként könyveltem el. A legnagyobb sikerként azt éltem meg, hogy sokan választottak mérnöki, illetve vegyészi pályát, vagyis jó alapokat adtam a tanítványaimnak. Az ötös iskola tantestületének indulása óta tagja vagyok. 1983-ban egy lelkes, fiatal tantestület kezdett itt dolgozni. És vagyunk még néhányan a kezdő csapatból. 1998-ban Szabóné Kis Erzsébet lett az igazgató, és mellette én lettem a helyettes. Amikor én lettem az ötös vezetője 2013-ban, igyekeztem hasonlóan vezetni, mint ő, hiszen ezek az elvek voltak számomra egyedül elfogadhatóak. Sokat tanultam tőle, emberséget, gyermekszeretetet, munkabírást, precizitást, kompromisszumkeresést, odafigyelést, törődést. Én nagyon meglepődtem, és nagyon boldog voltam, és egy hatalmas, tényleg azt gondolom, hogy a pálya koronája, hogyha más is elismeri a munkáját.